A Dórák és Dorottyák névnapja ez, mert február 6-a van, boldog névnapot kívánok. Hétfő és cudar hideg. Jó reggelt kívánok önöknek is, jó reggelt kívánok vendégünknek is. Államtitkár úr nyakába kapta rendesen nem csak a hideget, hanem a feladatot is. Ezzel a Malév üggyel. Kétségtelen, bár a feladat sajnos most már nem a minisztériumé, hanem a vagyonfelügyelője, tehát neki kell minden konszolidáltabb formában megoldani és kivezetni a céget úgy a piacról, vagy netán a dolgozóknak olyan segítséget nyújtani, hogy minden kisebb megrázkódtatás legyen ez a történet. Azt, hogy a Tercennel bejelentette pénteken válságstábot hoztak létre, kvázi ezt vezeti. Az jelent még valamit? Mert hát igazából úgy tűnik, hogy már nincs mit csinálni. Én azt hiszem, hogy azért is volt szerencsés a válságstáb, mert talán az, hogy most már nincs mit csinálni, az igazolja, hogy megfelelően dolgoztak a munkatársak, tehát a pénteki torlódást leszámítva zökkenőmentesen tudták megoldani a feladataikat. Gondolok itt a péntek estétől már megindult az utasok kártalanítása, a különböző légitárságoknak a segítségét igénybe tudtuk venni, a külszolgálatokon a konzulátusok bekapcsolódtak a folyamatba. Tehát a többi légitársági problémákhoz viszonyítva, gondoljuk a spanyoloknál éppen egy héttel előtte volt egy hasonló eset, én azt hiszem, hogy sikerült talán minimalizálni a megrázkódtatást. Tehát akkor ebben már jók vagyunk. Abban miért nem voltunk jók, hogy ezt elkerüljük? Most én például itt arra gondolok, hogy hogy kaphatott még egy hónappal korábban is 5 milliárd forintot az államtól az a cég, amelyik fizetésképtelen és látványosan megy csődbe utána? Éppen azért nem volt fizetésképtelen, mert kaphatott 5 milliárd forintot az államtól. De ennek mi értelme volt most ennek az egy hónapnak, ha így vesszük? Minden hónapnak lett volna értelme. Most éves szinten, hogyha az államnak akár mondjuk 20 vagy 25 milliárd forintot beletesz egy ilyen cégbe, aminek 100 milliárd a saját bevétele, ha azt veszük, hogy a közterhek, a foglalkoztatott alvállalkozók, a turizmus élénkítés és egyéb ágak révén az állami bevételekből ebből sokkal többet tud generálni. Tehát adott esetben az ágazat nettó befizetőnek tekinthető. Na de akkor miért nem voltunk előrelátóbbak? Ugye Oszkó Péter mondja, hogy meg voltak a tervek arra, még a kormányváltás előtt, hogy hogyan jön létre egy új nemzeti légitársaság az állam részvételével, kvázi a Malév romjain, és hogyan engedik el a Malévot. Ezt tudok, megkapták kormányváltáskor ezt a tervet, és aztán nem történt semmi, mondja Oszkó Péter, korábbi pénzügyminiszter. Amit én látok, hogy Oszkó Péteréktől kaptunk egy olyan légitársaságot, amiben benne maradt egy 5%-os kisebbségi orosz tulajdonos, akinek mindenre vétójoga volt, és van a mai napig is. Nagyon, de hát most mit ér a vétójával? Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogyha ő érvényesíteni akar egy 100 millió eurós hitelnek a visszafizetését, akkor hozzájárulna, hogy szép csendben, mellette, háta mögött kiszervezik a Malév tevékenységét, és azt mondja, hogy ez így jól van. A tény, hogy a végén most ugyanúgy adott esetben ezt a 30 milliárd forintot elbukja a cég, de közben is a hiteltörlesztést, a kamatokat kapta. Tehát ő érdekelt volt ennek a helyzetnek a fenntartásában. Az hogy fordulhatott elő, hogy még előző este is a cég vezérigazgatója arra biztatta az embereket, hogy vegyenek bátran Malév jegyeket, meg még aznap reggel, amikor már nem repült a Malév, a ügyfélszolgálat azt az információt adta az utasoknak, hogy menjenek nyugodtan, mert repül a Malév. Tehát, hogy itt senki nem tudta, hogy milyen helyzet van? A likviditás az egy kritikus elem minden légitársaságnak az életében. Az utasok előre megváltják a jegyeket, és gyakorlatilag ebből folyik a folyókiadásoknak a finanszírozása. Azzal az elemmel nem számolt a vezetés, hogy adott esetben nem csak a leasing céggel kell megállapodni, hogy a gépeket folyamatosan rendelkezésre bocsátja, hanem az adott repülőtereken is voltak különböző tartozásaik, és folyamatosan ugyan fizették a felmerülő költségeket, de hogy az egyik repülőtér bejelenti, hogy most a mai nappal azonnal visszamenőleg fizessen ki majdnem 400 000 dollárt. Ami ez a Tel Avivi reptér volt. Ez konkrétan a Tel Avivi reptér. Ahol ugye azzal indokolták a sajtóközleményükben, mert ugye őket is kérdezte mindenki nyilván utána, hogy olyan hírek érkeztek Budapestről, miszerint is a Malév csődbe ment. Aminek annyi alapja lehet, hogy az előző 2-3 nap semmi másról nem szólt, mint hogy a Malév csődbe ment. És ugye ez egy kvázi kormányzati kommunikáció volt. Ahogy a Malévvel mi történt, a kormányzati kommunikáció az volt, hogy a Malévet kiemelt céggé nyilvánítottuk, tehát hogy egy rendes felszámolási eljárásban ne zuhanjon bele, ne váljon irányíthatatlanná a folyamat. És azt is nyilvánosságra hoztuk. Ez egy rossz üzenet volt ezek szerint.
Én nem hiszem, hogy rossz üzenet volt. A másik pedig az volt, hogy ha a Malével bármi történik, a kormány 2 milliárd forintot az utasok biztonsága érdekében elkülönített, hogy ne érje őket kár. Lehet ezt is negatívan értékelni, de ugyanakkor, ha a cégvezetés azt mondta, hogy vegyenek jegyet, akkor ott volt a garancia mellette, hogy ha valami mégis történik, akkor ebből az összegből kártalanítani lehet az utasokat, függetlenül a felszámolás folyamán befolyó összegektől. Mi nem kértek csődvédelmet még korábban? Jóval korábban. Van egy szerződés, ami szerint a csődvédelemhez ugyanúgy a kisebbségi tulajdonosnak a jóváhagyása kellett volna, és ez azt jelentette volna, hogy a kisebbségi tulajdonos nem jut hozzá a hitelösszeghez, amit folyosított a társaság részére, tehát azt, amit a körbe zárult, tehát neki nem volt érdeke, hogy csődvédelem legyen, mert adott esetben akkor csak 10 vagy 20%-os összeget kapott volna a megállapodás alapján. Akkor most egy egészen másik felvetést engedjen meg. Arról mi a véleménye, hogy ugye nem csak Tel Avivban rekedt ott egy malévgép, hanem Dublinban is, Írországban, amely Írország adja a leasing cég lakhelyét is, oda jöntek vissza a repülőgépeink is, még aznap este, hogy sőt, bement a Malév, tehát péntek este. Ugyanakkor egy ír fapados légitársaság még aznap ide telepített 5 repülőgépet Budapestre, és bejelentette, hogy hétfőtől kezdve gyakorlatilag a Malév majdnem minden úti célját ő átvállalja magára, és repülni fogja ezeket a célpontokat Budapestről. Ami hát legalábbis elgondolkoztató, tehát itt nagyon erős az ír szál a jelek szerint. Ez a cég igazából egy amerikai cég, csak Dublinban van az európai központjuk. Én azt hiszem, hogy ebben az ügyben ők nagyon korrektül jártak el. Tehát felajánlották, hogy mindaddig, amíg a Malév repül, addig a repülőgépeket biztosítják. Hát én nem is gondolom, hogy a leasing céggel van itt igazából baj. Csak hát ugye Dublinban ott marad egy Malévgép, szinte kilövési jelet kapott a fapados légitársaság. Tehát lehet indulni Budapestre. Én azt hiszem, és indultak. Én azt hiszem, a többi társaságnak is megvoltak a különböző forgatókönyveik a különböző esetekre. És hát abból, hogy nem aznap tudott indulni, tehát nyilván van egy rákészülési idő. Ha volt egy ilyen bejelentés, akkor össze lehet rakni a mozaikokat. De arra gondolunk, hogy ugyanaznap volt Budapesten már a Ryanairnek, a konkrétan ugye erről a cégről beszélünk, egy sajtótájékoztatója. Azt én nehezen tudom elképzelni, hogy egy hajnali bejelentéssel már délelőtt valaki el tud utazni. És hát akkor ugyanarról beszélünk. Most ehhez még azt hozzá tudom tenni, hogy a Malév dolgozóinak jelentős része ugyanettől a Ryanair-től állásajánlatot kapott, legalábbis állásinterjúra hívják őket hétfőkedre. Tehát a mai napra és holnapra. És ez még szintén pénteki e-mail volt. Tehát valahogyan ott voltak az e-mail címek ennél a légitársaságnál. Valahogy itt volt az ember sajtótájékoztatót tartani. Aznap délután 3-kor leszálltak a gépei Ferihegyre. Nem furcsa? Én az e-mail címeket valóban furcsának tartom, hogyha ez így történt, erről nem tudtam, de maga a társaság már vagy 2 héttel korábban bejelentette, hogy a budapesti aktivitását fokozni fogja. Jó, akkor ezt nem vizsgáljuk tovább, ezt a kérdést, ha jól értem. Lehet vizsgálni, csak nem tudom, milyen eredményt tudunk belőle. Vizsgálják-e azt, hogy hogyan zajlottak a Ferihegy és a Malév környéki privatizációs szerződések? Ugye ez különösen a Budapest Airport üzemeltetője szempontjából lesz, és lehet érdekes, és Németh László, a nemzeti fejlesztési miniszter bejelentette, hogy egy keretszerződést kötött 4 ügyvédi irodával, ezeknek a privatizációs, többek között ennek a privatizációs szerződésnek is felülvizsgálatára. Ez nagyon összevág időpontban azzal, hogy mindenki attól tart, hogy a Budapest Airport a forgalom, az utasszám csökkenés miatt nagyon komoly ködbért fizettet a magyar állammal. Én ködbérről nem tudok, ha csak a sajtóban megjelent hírekre gondolunk, akkor is azt láthatjuk, hogy ők egyfajta olyan kötelezettséget próbálnának érvényesíteni olyan esetben, ha nagyon visszaesett a forgalma, hogy adott esetben a magyar állam vásárolja vissza a céget. Én azt hiszem, hogy ennek a szerződésnek többféle olvasata van, és miniszter asszony nagyon jól teszi, hogyha ezt különböző ügyvédi irodákkal felülvizsgáltatja, és utána közösen tudjuk értelmezni, úgyhogy ez a magyar állam. Tehát ön is úgy tudja, hogy a Budapest Airport ennek a vizsgálat sorozatnak az egyik célpontja? Nem a Budapest Airport, a Budapest Airport a nagyon korrekt a illetve kapcsolatunk. Illetve ezzel kapcsolatos szerződés. A korábbi szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó különböző módosítások, hiszen tudjuk, hogy a privatizáció is után még voltak további értékesítések. A dolgozók úgy tudták meg arról a bizonyos állománygyűlésről, amiről szintén ugye a sajtó szinte mindent megtudott,
talán ez így normális is, hogy a januári fizetésüket garantálják. Hát igen, nem csak februárban, meg felmondási idő is van, meg ki tudja, mi minden van még az összerződésükben. Csak a januári pénzüket fogják megkapni a malév dolgozók? Gyakorlatilag a cég likviditása abban a pillanatban, amikor ez bejelentése került, ezt tette lehetővé. Ezért nem bocsátkozott a vagyonfelügyelő egy olyan kockázatos sorozatba, hogy kifizeti a Tel Avivi repülőteret, utána van dominó hatás, kifizeti a többit is, és a végén nem tudja kifizetni a januári bért. Tehát ez volt annak a pillanatnak, annak a döntésnek a mozgatórugója. Ami a további béreket illeti, nyilvánvaló, hogy egy ilyen eljárás esetén is megvannak azok a különböző garanciák, hogy a dolgozóknak, ha megszűnik a munkaviszonya, milyen juttatások és milyen alapokból járhatnak. Többek között ezért létezik az állami bérgarancia alap is, hogy a dolgozókat ne érje méltánytalan hátrány. Akkor még a januári pénzen kívül biztosan kapnak valamit, valamennyit, most egyre nem tudja megmondani, hogy mennyit. Mondom, a szokásos eljárás szerint, tehát nyilvánvaló, hogy ha adott esetben felszámolásba fordul egy olyan folyamat, ami most már azért látható, hogy megkerülhetetlen, akkor a felszámolónak is megvannak a maga kötelezettsége, a dolgozói juttatások, azok egy előkelő sorban szerepelnek, de mint említettem, a bérgarancia alap is létezik, tehát az nem engedhető meg, hogy felszámolás esetén a dolgozók juttatások nélkül hagyják ott a cégeket. Ez magáncégeknél is igaz, ott is az állam bizonyos mértékig helytáll. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy egy nemzeti légitársaságra mindenképpen szükség van. Közben elmentek a gépek Dublinba, közben csoportos leépítést jelentettek be a Malévnél. Minek a romjain épület egy nemzeti légitársaság, miből és ki fogja ezt finanszírozni? Hát meg kell először is vizsgálnunk, hogy a Malév lényegében három fő cégcsoportot jelentett, két földi kiszolgáló cége van, az egyik a repülőgépek javításával foglalkozó cég, a másik az a földi kiszolgáló cég, ami lényegében a fogyászkezeléstől kezdve a többi kiszolgálást végzi. Ők más társaságoknak is dolgoznak, tehát az ő működésük az folyamatosan biztosított. A nagy probléma hát maga az anyacég, tehát a hajózás biztosító légitársaság. Itt, amint ön is említette, a piacon jelentős átrendeződés várható, hiszen a nagy társaságok is bejelentették, hogy fokozzák az aktivitásukat, nagyobb gépeket indítanak, adott esetben újabb járatokat állítanak be, megjelentek a fapadosok is fokozott aktivitással, és itt kell majd megtalálni itt egy-két hónapon belül azt a piaci szegmens, ahol életképesen el lehet indítani már egy-két hónapi felmérést követően, ahol meg lehet állapítani, hogy életképesen el lehet indítani adott esetben egy újabb vállalkozást, vagy külső befektető bevonásával, tehát egy nagy cégnek a adott esetben egy regionális alközpontjaként működtetve. Tehát ha jól értem, akkor erre nincsenek jelenleg késztervek, hanem most vizsgálják, hogy egyáltalán mit lehet tenni. Erre azért nem lehetnek késztervek, mert teljesen megváltozott a helyzet a korábbi felálláshoz képest, ahol egyrészt gúzsba voltunk kötve, mert az a fajta malév környezet nem tette lehetővé egy tőkerős vállalkozásnak, hogy miért vállaljon korlátozásokat és miért szálljon be egy ekkora adósságteherrel rendelkező cégbe. Ma viszont az a megváltozott körülmény, hogy nincs egy olyan cég, aminek meg lennének azok a repülési engedélyei, a desztináción való leszállási engedélyei, amelyek külön értéket még valamennyire képviselhetnének. Tehát, pont a Ryanair példája mutatja, hogy hát ezt egyik napról a másikra meg lehet szervezni. Nem ugyanaz a történet, tehát mondjuk a Ryanair, ha bemegy egy új helyre, akkor az esetben a repülőtér végén tud leszállni. A Malévnak azért olyan jogai voltak, hogy az épület vagy a terminálnak a közepébe tudta ezt megtenni, vagy kedvező idősávba tudta ott leszállni. Tehát ezek lehetnek olyan értékek, amelyek a korábbi verziót jobban erősítették volna, és mondom, ott pedig az adósságállomány volt az a tényező, ami miatt nem nagyon lehet. Hát akkor maradt számtalan sok kérdés még. Reméljük az idő megoldja ezeket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.